Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs fel, és elérkeztünk a következő heti LEGO hírekhez, amelyben hát hatalmas híreim vannak számotokra, ahogy láttátok a clickbait fotón, remélem mindenki bedőlt ennek a képnek, sokáig szerkesztettem, hogy így nézzen ki. A lényeg, hogy híreim vannak a legújabb Star Wars-os UCS készletről, mégpedig a Republic Gunshipről, ezen kívül szó lesz a héten bejelentett T2-es Volkswagenről, ami egyébként már itt van mellettem. Végre hivatalos fotókon is elérhető a következő adventi kalendárium Star Wars-os témakörben, és a héten 2 darab ötlet is elérte azt a bizonyos 10.000 szavazatot. Vágjunk is bele! Na szóval az első és legfontosabb hír, amiért mindenki kattintott a videóra, az, hogy a LEGO ebben a pillanatban leleplezte a vadonatúj következő UCS készletét, ami nem más, mint a 75309-es 3292 darabos Republic Gunship, ami azért is különleges, már azon kívül, hogy ez egy UCS készlet is, hát általában sokkal különlegesebbek szoktak lenni, mint úgy nagy általánosságban a Star Wars-os készletek, hogy ezt mi szavaztuk meg, mi közösség, mi LEGO közösség szavaztuk meg, mert hogy emlékeztek rá, kb. Másfél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt volt egy szavazás, aminek keretén belül szavaznunk kellett, hogy milyen UCS készletet szeretnénk látni a közeljövőben, és hát az emberek 58%-a, több mint 30 ezer szavazattal erre a Republic Gunshipre szavazott, ami valamilyen szinten meg is érthető, hiszen hogyha visszagondoltok a Star Wars-os UCS készleteknek a történelmére, akkor eddig még csak 2 darab UCS készlet jelent meg ebben a témakörben, mármint a prequel trilógiában, mert az első Darth Maulnak a mellszobra volt, ami oké, hogy UCS logóval volt ellátva, az akkor is csak egy mellszobor, ami ettől függetlenül tényleg baromi jól néz ki, és ugye a prequel trilógiához tartozik, de ezen kívül még volt egy másik is, mégpedig Obi-Wan Kenobi-nak a Jedi Starfighter-e, ami hát ugyanúgy UCS logóval volt ellátva, viszont hogyha már láttátok közelebbről azt a készletet, hát azért méretügyileg az a kis set annyira azért nincs eleresztve, úgyhogy tényleg nem egy hatalmas UCS készletről volt szó, és hát ezzel a Republic Gunship-tal elérkezett a harmadik előzmény trilógiához kapcsolható készlet, amire szerintem már azért rengetegen vártatok, köztük én is vagyok ezeknek, mivel hát tényleg, ahogy láttátok az előző felsorolásból is, nem igazán kaptunk még az előzmény trilógiához UCS készleteket, úgyhogy most már ténylegesen kaptunk egy tényleges UCS készletet, mind méretügyileg, mind kialakításügyileg, mert oké, hogy itt most a dobozon annyira nem látszódik, hogy mekkora ez a készlet, most ide bevágom nektek azt, amikor lifestyle fotókon tartja a faszi ezt a készletet, 74 cm-es a szánkfesz távolsága ennek a gépnek, orbitális méretekkel rendelkezik, szerintem eszméletlen jól néz ki, tényleg egy az egyben eltalálta a LEGO minden egyes részletét ennek a gépnek. Ahogy egy első ránézésre nézegettem, hát annyira sok matricam sem lehet ebben a készletben, és ahogy látjátok, 2 darab minifigurát is kapunk ehhez. Általában ugye a UCS készletek nem a minifigurákról szoktak szólni, bár azért volt egy-két kivétel, amikor tényleg egy marék minifigurát beleraktak, amik igazából nem is UCS készletek, hanem inkább Master Builder készletek, tök mindegy. Általánosságban a UCS készletekhez nem nagyon szokott minifigura lenni, ebben az esetben is ugye csak ezt a kettőt kapjuk meg. Először is itt van Mace Windu, és egy Clone Trooper Commander katonát is fogunk kapni ehhez a készlethez. Mace Windu szerintem eszméletlen menő sikerült, pláne azért, hogy hát vele sem olyan sűrűn találkoztunk még LEGO készletekben. Itt-ott megjelent, de azért hát nem lehet Dunát vele lekeszteni, mint például egy Luke Skywalker figurával, úgyhogy már csak azért is érdekes a minifigura felhozata. Még a másik figura, ez a Clone Trooper, ez nagyon hasonlíthat a Cody, nem tudom melyik Face Cody-ra, amit mindenki várt. Na most, hát tudjátok nagyon jól, én nem nagyon nézegettem ezeket az újabb Star Wars-os meséket, amiben ő elég sűrűn feltűnt. Értem, hogy a rajongók szerették volna ezt a kodit, de szerintem ebben a készletben nem ő található meg, de igazából, hogy nincs kimondva, hogy pontosan arról a Clone Trooperről van szó, azért a ruhája szinte egy-egyben megegyezik, úgyhogy olyan nagy különbséget nem látok a kettő között, úgyhogy akik vártak arra a figurára, az lényegében ugyanúgy megkapták, attól függetlenül, hogy tényleg nincs rámondva, hogy ez bizonyosan az a klón katona volt, és hát tényleg a részletei ennek a gépnek eszméletlen menő sikerült. Egyébként a doboza ugyanúgy megkapta azt a 18 pluszos dizájn, tehát fekete minden, de a fönt a sarokban található a UCS logó, úgyhogy igazából ezért egy kicsit másmilyen, mint az egy átlagos 18 pluszos készlet, de sajnos hát ugyanúgy egy fekete dobozt kaptunk, amin sok minden igazából nem történik. Most jöjjenek a fő információk, hogy mikortól lehet elérni ezt a készletet, mert már annyira távol nincs is ez a készlet, hiszen augusztus 1-ével már be is tudjuk szerezni, és vannak hivatalos magyar árak is, mert leírtam ide nektek, 127.990 forintba fog kerülni. Hát nem olcsó készlet, Star Wars fee, és még a tetére egy hatalmas szetről van szó, amikben nagy panelek vannak, úgyhogy gondolom ezért is egy kicsit drágább
mint egy átlagosabb készlet, de szerintem ezt már mindenki tudja, hogy a Star Wars-os készletek mindig overpriced-ak szoktak lenni, hát ebben az esetben ez sem kivétel. Úgyhogy aki meg szeretné szerezni, augusztus 1-től 127.990 forintért be is zsebelheti ezt a hatalmas Republic Gunshipet. A héten a LEGO bejelentette a következő Creator Expert-ös autóját is, mégpedig a 10279-es Volkswagen T2 Camper van, amiről igazából annyira nem akarok részletesebben beszélni, mivel hát ugye volt szerencsém megkapni ezt a készletet még bőven a megjelenés előtt, ami egyébként augusztus 1-én lesz, szóval hát tegnap láthattátok már ezt a Volkswagen bemutatót, de hogyha esetleg még valaki nem lát, akkor fent a sarokban meg tudjátok nézni. Szerintem érdemes megnézni, hogyha szeretitek az ilyen stílusú készleteket, mert hát azt azért a komment szekcióban leszűrtem, hogy sokotoknak már egy kicsit a könyöké jön ki, hogy autókat kapunk egymás után. Igazából nekem ezzel semmi problémám nincsen, nagyon jól tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezt a témakört. És hát itt igazából a LEGO sem hibázott annyira sokat, a többi hibát, amit találtam a készletben, azt a videóban elmondom. De hát azért ez egyértelműen látszik ez a készleten, hogy nem Mike Psiaki által tervezett szetről van szó, mert úgy általánosságban, hát főleg a sport autókat ő szokta tervezni, tehát például az előző Porsche készletet is, amit ugyanúgy fent a sarokban meg tudtok nézni, ha még nem láttátok, például azt is ő tervezte, hát azért azon látszódik jóval, hogy sokkal jobban ki vannak dolgozva a részletek. Nyilván itt egy nagyobb teherautóról van szó, vagyis oké, nem teherautó, hanem egy kis buszról, de hát azért egyértelműen látszódik rajta, hogy ezt nem ő tervezte, és hát Mike Psiakinek szerintem sokkal jobban áll ez a témakör. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő készlet, amit majd ő fog tervezni. Lényeg a lényeg, hogyha ezt a készletet még nem láttátok, akkor már, hogy az előbb is mondtam, fönt a sarokban meg tudjátok nézni. Ja, és még mielőtt ezt lezárnám, esetleg még annyit elmondanék nektek, amit a videóban nem mondtam el, mert általában nem szoktam árakat megosztani, mivel hát sok helyen változó árban jelennek meg, de amikor tudom, ugye leteszem a legelső kommentbe az árát ezeknek a készleteknek, szóval 57.990 forintért tudjátok majd hivatalos forrásokból majd augusztus 1-ével ezt a T2-est megvásárolni. Végre hivatalos fotókon is meg tudom nektek mutatni a következő Star Wars-os advent kalendáriumot, mert már ugye egyszer erről volt szó a heti hírekben, csak akkor eléggé hát kakaminőségű fotók voltak csak erről a készletről, de most már hivatalosan feltöltötte a LEGO a saját oldalára, és ahogy látható is ezen a készleten, hát ez a Mandalorian sorozathoz köthető, ami igazából nem olyan nagy meglepetés, hiszen már akkor az előző adásban is tudtuk, viszont így most sokkal jobb minőségben láthatjátok, hogy milyen figurákról is lesz szó. A 75-307-es készletről van szó, 335 darabos lesz a készlet, és egyébként megnéztem a magyar árát, 11.990 forintba fog kerülni ez a készlet, igazából a kalendáriumoknak általában ennyi szokott lenni az ára, és még egyébként a hátoldalát akarom megmutatni nektek, ahol látszódik is, hogy milyen összeépíthető dolgok lesznek ebben a kis kalendáriumban. Ugye hát nem csak Mandalori minifigurákat, vagy Mandaloriannel kapcsolatos minifigurákat lehet összeépíteni, hanem az abban szereplő járműveket is meg tudjuk hát eléggé microscale-elt verzióban építeni. Találtam egy kis érdekességet a Comic-Con-nal kapcsolatban is, mégpedig azt, hogy hát idén is megrendezésre fog kerülni ez az egész esemény, és hát ezért a Comic-Con kiadta a hivatalos kiállítói listáját, és hát ebben ugyanúgy, mint általában minden évben szerepel a LEGO csoport is, tehát idén is számíthatunk kifejezetten a Comic-Conra készült készletekre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán milyen témakörből fog választani a LEGO, ami csak oda, arra a speciális alkalomra fognak elkészíteni, és hát kíváncsi leszek, hogy egyáltalán el lesz-e majd érhető a LEGO oldalán, mert azt hiszem az észak-amerikai oldalon elérhető volt a tavalyi készletek, mert ugye akkor nem rendezték meg az egész Comic-Cont, és valahol ki kellett adniuk a készleteket. Kíváncsi vagyok, hogy ez idén hogy fog megvalósulni. Hát nagyon reménykedek abban, hogy nem csak az észak-amerikai régió fog kapni belőle, hogyha egyáltalán el lesz élhető a LEGO oldalán, nem csak azon a bizonyos kiállításon. Egyébként találtam még egy kis érdekességet a Disney Plus-szal kapcsolatban, ami igazából csak egy kicsit közvetetten köthető a LEGO-hoz, mert ugye pont előző héten, miután kiment az adás, be is mutatták az első What If trailert, úgyhogy ha még nem láttátok azt a trailert, akkor szerintem mindenféleképpen nézzétek meg, leteszem a leírásba, hogyha valaki esetleg szeretné megnézni, mert ugye hát ehhez a trailerhez köthetően majd jönnek ki, vagy hát nem a trailerhez, hanem a meséhez vagy a sorozathoz köthetően majd jönni fognak LEGO készletek is augusztus 1-ével, és hát elég menő árstyle-al rendelkezik szerintem ez az egész sorozat. Első ránézése szerintem ilyen nagyon vagy-vagy fogadtatása lesz már, mint így az árstyle-nak, mert
hát én rengetegen láttam, hogy egyáltalán nem tetszett nekik ez az egész Iceland, meg láttam a másik tábort is, hogy nagyon tetszett nekik, én a nagyon tetszik táborba tartozom, úgyhogy ha ti szeretitek ezeket a Disney Plus-os sorozatokat, akkor szerintem majd érdemes lesz erre is ránézni, pláne azért, hogy majd augusztus 1-ével hozzá tartozó készleteket is tudunk vásárolni. És ezt el is felejtettem nektek mondani, hogy a Disney Plus-on majd ez augusztus 11-től lesz elérhető. Ahogy már az előbb is mondtam, nektek kettő darab ötlet is elérte a héten azt a bizonyos 10.000 szavazatot. Először is itt van ez a GameStop-os készlet, aminek a feltöltője MCHLN volt, jelentsen is bármit az ő neve, és hát ez a GameStop Classic Shop névre hallgató ötlet, ami hát így Magyarországon olyan sok minden nem jelentett, bár azt hiszem Magyarországon nincsen GameStop, de majd kijavítotok, hogyha esetleg tévednék. Lényeg a lényeg, hogy itt összeépíthetjük ennek a LEGO változatát. Egy ilyen kis moduláris-szerű épületről van szó, amit hát egy ilyen egyszintes épületben hozhatunk össze, ahogy látjátok, még az oldalán van egy kis zöld férkálmány, egy kis graffiti-szerűség, és egyébként a belseje is hát viszonylag ki van dolgozva, bár azért nem annyira részletes, mint általában az ilyen moduláris épületek. Az egyik oldalán található, gondolom, a videójáték felhozatal, míg a kirakatban hát különböző minifigurák vannak különböző ruhákba fölöltöztetve, itt gondolom lehet vásárolni különböző videójátékos kiegészítőket, és hát ez az egyik ötletünk, a másik ötletünk pedig egy sokkal menőben, legalábbis számomra sokkal menőben sikerült ötlet, mégpedig a Redara 00 által feltöltött Airport Firetruck Rosenbauer Panther 8x8-as tűzoltóautója, amit ugye kifejezetten a repülőtereken szoktak használni, mégpedig ugye a repülőket menti tűz esetén. És hát azért eléggé lenyűgöző adatokat írt le nekünk ide a feltöltőnk, mégpedig az, hogy ez egy 52 tonnás jármű, és mégis 135 km/h azért tud közlekedni, 13 méter hosszú a valóságban, és 1450 lóerőt tud kifejteni magából, és egyébként, ahogy látjátok, ugye ez egy Creator Expert és arányban épült készlet, de azért ennél sokkal nagyobb, mint egy átlagos Creator Expert készlet, hiszen egy 1.22-es replikáról van szó, ezért 60 centi hosszú ez a 8x8-as jármű, és egyébként a játék funkciókhoz még az is hozzá tartozik, hogy a hátsó részét le lehet venni, és akkor meg tudjuk csodálni azt az 1450 lóerős szörnyeteget, ami dolgozik benne, és egyébként természetesen a darut is lehet mozgatni, amin keresztül ugye a vizet tudja pecskendezni. Hogyha fölnéztek a LEGO-nak a hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy annyira sok változás azért nem történt, egy dolgot azért észrevettem, hogy még mindig él ez a kis Adidas cipős akció, azt hiszem 15-ig élt eddig is, de már elvették a dátumot róla, úgyhogy lehet, hogy meg lesz egy kicsit hosszabbítva ez az egész Adidasos cipős ajándék, úgyhogy ha még nem szereztétek be, akkor 31.040 forint felett adják majd ezt hivatalosan ajándékként, és ez mellé még van egy másik akció is, mégpedig egy LEGO Minionos ajándék, itt egészen 6-tól 24-től, tehát azért már jó régóta tart ez az egész, és eddig nem mutatta ez az oldal, furcsa, egészen 7. hó 20-áig minden 13.070 forinti vásárlás esetén, de itt fontos az, hogy minionos készlet vásárlása esetén, akkor ezt a kis hát, polybaget fogják ajándékként adni, és ez mellé még azért van egy dupla VIP pontos akciójuk is, egészen 18-áig még dupla VIP pontért vásárolhatok készleteket, úgyhogy ha bármit vásároltok, az most dupla VIP pontot ér, amit majd később beválhatok különböző kedvezményekre, vagy akár értékesebb nyereményekre is. Egyébként a LEGO Store Budapestnél is még ugyanúgy fut az az akció, amiről már az előző héten is beszéltem nektek, ugyanúgy a cipőről van szó, csak náluk egy kicsit alacsonyabb a határérték, amiért megszerezhetitek azt a kis cuki cipőt. Na hát srácok, a héten én ennyi érdekességet találtam a LEGO-val kapcsolatban, de nagyon jól tudjátok, ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy nagyjából mi is történt az elmúlt néhány napban a csatorna házatáján. Először is ugye volt vasárnap egy, hát nem 300 adat bemutató, hiszen ezeket a minionos figurákat mutattam be, ami 800 darabos készlet, úgyhogy hát ismét egy nagyobb készlet volt bemutatva vasárnap, most volt egy kis extra szabadidőm is, hát összebírtam ezeket is építeni. Egyébként fönt a videót meg tudjátok nézni, ha még nem láttátok. Aztán érkezett hétfőn egy unboxing, nem is érkezett hétfőn, hiszen embargós volt. Kedden érkezett egy unboxing együtt a T2-s videóval, mert ugye csak 3 órakor oszthattam meg azt a videót is. Aztán kiderült, hogy hát mégsem oszthattam volna meg azt a videót se, úgyhogy ebben a pillanatban már szerintem láthatjátok a videót újra, de tegnap levettem, mert, és hát ebben a pillanatban én most ezelőtt néhány órával vettem le azt a videót, mert kiderült, hogy az abban lévő kis Brickheads figura még embargós, amit majd csak hát ebben a pillanatban
tudok újra bemutatni. Hát igen, egy kis hibát követtem el. Ezzel, hát már szólt is a LEGO, hogy ezt azért nem kellett volna. Hát elismertem a hibámat, de én teljesen abban a tudatban voltam, hogy az a készlet, az a kis Brickheads figura, és ez a T2-es van, ez ugyanabban az időpontban kerül majd bemutatásra, tehát ugyanabban az időpontban fog lehullani az embargó róla. Hibáztam, láttam is utána, hogy mindenhol a leakes oldalakon az én képem és az én fejem volt kirakva. Nagyon is örültem neki, de remélem a közeljövőben, vagyis hát a távoli jövőben sem fogok ilyeneket hibázni, de tényleg valamiért én azt hittem, hogy egy azon időpontról van szó. Hát sajnos ezt most benéztem. Lényeg a lényeg, hogyha még nem láttátok ennek a T2-esnek a bemutatóját, akkor már az előbb mondtam, hogy fent a sarokban meg tudjátok nézni. Szerintem érdemes megnézni, pláne azért, hogyha szeretitek ezeket a Creator Expertos autókat. Úgyhogy srácok, ezzel el is érkeztünk a videó végére, szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek a támogatást, kifejezetten a csatorna tagoknak szeretném külön megköszönni, hiszen napról napra növekedik az a szám, akik támogatják a munkámat, most már 41-en vagyunk ott, úgyhogy hát srácok, eszméletlenek vagytok, nélkületek ez a csatorna nem létezhetne úgy, ahogy ebben a pillanatban létezik. Találkozunk a következő adásban egy vasárnapi videóban, ami, ha megnézem sincs, hogy mi lesz, azt hiszem még el sem készítettem, vagy már lehet, hogy igen? Ja igen, azt hiszem már elkészítettem, vasárnap videó lesz egy valami. Nem jut eszembe. Olyan hamar veszek fel bizonyos adásokat, hogy van, amikor 2-3 héttel ezelőtt elkészül, úgyhogy már nem emlékszek rá, hogy pontosan mi volt. A lényeg, hogy találkozunk abban az adásban, addig is jók legyetek, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, mert ez még mindig nagyon fontos, és ja, ahogy az előbb is elmondtam, találkozunk majd később. Szevasztok!